Rómaiakhoz 12. fejezet pedig így szól, illetve így kezdődik. Kélek azért titeket, atyám fiai, Elohimnek irgalmasságáról, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő, szent, Elohimnek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Arra szólít fel minket itt Saul, hogy azzal, hogy az ember elkezd járni az úton az ő cselekedeteivel, áldozatot vállal, illetve áldozatként fog funkcionálni, hiszen teljes mértékben alárendeli magát Elohim akaratának azzal, hogy úgy él, ahogyan az élő szó azt bemutatta számunkra, Jehusá Hamásiák. Ezáltal mi áldozatok leszünk ugyanúgy, ahogyan korábban a különböző étel, ital, állatáldozatok szerepeltek, ugyanúgy a Mesiák eljövetele után az ember lesz az áldozat azáltal, hogy meghal a világnak, és tovább éli az életét úgy, ahogyan azt a teremtő kívánja. Avri zsidókhoz 10. fejezetben erről ír, és a pap, és minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre üle Elohimnek jobbjára, várván immár, míg lábainak zsámajául vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Ez az, amit számunkra is, mint egy követendő példa volt, ugye a Mesiák, erről ír a zsidókhoz szerzője. Az az áldozat, amit akkor a papok mutattak be, az az áldozat Jehusá Hamásiák lett, és nekünk ugyanazt kell cselekednünk, amit ő tett, ugyanúgy élvén, ahogyan ő élt. Egy Jehukanon 2. fejezetben szintén ezt hallhatjuk, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is, Jehusá Hamásiák. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljes élet Elohim szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Nem lehet megkerülni ezt az egészet. Úgy kell élni az emberek, úgy kell cselekednie, viselkednie, beszélnie, ahogyan a megváltó beszéd. Nem azt kell keresni, hogy milyen parancsolatokat törölt el, vagy ő hagyott, hanem azt, hogy hogyan élt mindaddig, amíg ő a szombatnapot betartotta, az összes ünnepnapot, a parancsolatokat, törvényeket, rendeléseket, akkor sajnos, ha nekünk úgy kell járnunk, ahogy ő járt, akkor erre nincsen semmiféle alternatíva. Úgy értem, sajnos az, amit a legtöbb ember képvisel, aki magát idézőjelben vallásosnak hívja, az annak számára ez nem lehet kifogás, hogy ő ilyen vagy olyan parancsolatokat eltörött. A lényeg az, hogy ő hogyan járt, és nekünk úgy kell járnunk, ahogyan ő járt. Ő egy áldozat volt a világért, nekünk ugyanúgy fel kell áldoznunk ezt az életet a következőért. Egy újabb példa erre, Jehukanon 14-es fejezet, nem hiszedé, hogy én az atyában vagyok, az atya a legfelsőbb rendű hatalom a világon, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Nem ő az, aki kitalálta azokat a parancsolatokat, melyeket nekünk hagyott, vagy amiket ő cselekedett, amikről beszél itt, hogy úgy járjunk, ahogy ő járt. Ezeket nem ő találta ki, ez nem egy új rendszer, ez mind az atyától jön. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem. Az, ahogyan ő élt, ahogyan viselkedett, az, aminek meg kellene győzni a világot. Mind akkor, mind most ugyanez volt a helyzet.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, melyeket én cselekszem. Hogy lehet ezt másképp értelmezni, mint azt, hogy ugyanúgy kell élnünk, ahogy ő élt. Amennyiben nem tudunk példát találni arra, hogy ő össze-vissza evett minden dolgokat, hogy ő össze-vissza ünnepelt mindenfélét, hogy ő neki össze-vissza minden nap sabát volt, akkor egyszerűen nem tudjuk megindokolni azt az életformát, amit a legtöbb ember választ. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek, hiszen a kettő nem egy és ugyanaz. Erre szólít fel minket itt Saul. Az okos tiszteletetek pedig azt jelenti, hogy a tiszteletünk jele, a szeretetünk jele az, hogy mi áldozatul szánjuk magunkat az ő útmutatásának és az által. Második versze. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Elohimnek jó, kedves és tökéletes akarata. Megmondta, hogy mi az ő akarata, mi az ő jó, mi a kedves, mi a jó és mi a tökéletes akarat számára. Nekünk nem kell újra ezt kitalálni, és legfőbbképpen nem kell e világ szerint meghatározni, hanem azt kell keresni, amit ő mondott. Erről beszél a második fejezet. Nem tudjuk úgy meghatározni azt, hogy mi a jó, mi a kedves, és mi az ő tökéletes akarata, ha a saját fejünk után megyünk. Miért? Azért, mert leírta, hogy mi az ő akarata. Tehelim 40-es fejezet, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez Daud, azaz Dávid. Ezt kedvelem, Elohim, a te törvényed a keblem közepette van. Nem ez volt mindig is az akarata, hogy az ő törvénye az emberek szívében legyen. Ugyan ezt mondja is Saul, hogy változzatok, és ne e világ szerint. Miért? Azért, mert a világ ellenségeskedés Elohim számára. Ez Jakab 4-es fejezet. Parázda férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel. Aki azért e világ barátja akar lenni, az Elohim ellenségévé lesz. Ugyanezt mondja Saul. Ne szabd magad a világhoz. Miért? Azért, mert a világ barátsága ellenségeskedés Elohimmel. Aki a világ barátja lesz, az Elohim ellensége lesz. Ugyanezt írja Saul is. Ezt a megújulást nagyszerűen bemutatja Daud, azaz Dávid, Tehelim 51-es fejezetben. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet, és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álogságomat. Ez a megtisztulás folyamata mindenki számára remélem egyértelmű. Arról beszél, hogy hogyan tisztul meg, mit jelent az, hogy fehérebb lesz a hónál. Az, hogy elfordul az ő vétkeitől, és eltörli az ő gonoszságát. 12-es, tiszta szívet teremts bennem, ó Elohim, és az erős lelket újíts meg bennem. Így tisztul meg az ember. A teremtő a lelke által, amit Ruach HaKodesnek hívnak, Szent Szellem, Szent Léleknek. Egy tiszta szívet teremt a teremtő az emberben, és megújítja az ő lelkét. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Így újul meg az ember. Erről beszél itt Saul. Az elmétek megújulása által. Tiszta szívet teremts bennem, erős lelket, mely megújít, és a szent lelkedet ne vedd el tőlem. Ez által újul meg az ember. Akkor most már értjük, hogy miért akarja azt, hogy a törvénye legyen az ember szívében. Hiszen az az, ami megújítja az embert. Azáltal, hogy az ember elkezd a törvények szerint élni, a ruach, a lélek segítségével, azáltal újul meg az ember. Ugyanezt írja 5 Mózes 6, azaz Dabarim 6-os fejezetben. Halld, Israel,
Jahua, a mi hatalmasságunk egy Jahua. Szeresd azért Jahuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. És hogyan? Ez ígék, melyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Így újul meg az ember. Így szereti a teremtőt, és így szereti az embertársait. Ugyan ezt kéri itt Saul. Ne olyan legyél, mint a világ. Újulj meg azáltal, hogy a teremtő lelke lesz bennem, és tanuljuk meg, hogy mi az ő akarata, hiszen vizsgáld meg, hogy mi az ő akarata, mi az ő akarata, a te törvényed a keblem közepette van. És így a kör bezárul. Ugyanerről ír 51-es fejezetben, hogy ez újítja meg, ugyanaz, ami 5 Mózesben szerepel, ugyanaz, ami Zsoltárokban írja, és ugyanaz, amiről Saul beszél. Az ő törvényei az ember szívében. Ez újítja meg az ember. Ezzel kapcsolatban még egyet azok kedvéért, akik még mindig nincsenek meggyőzve. Jesiahu 51-es fejezet 7-es vers, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Az igazságról lesz szó, ugye? Azok hallgassatok rám, akik tudjátok az igazságot. Te nép, kinek szívében van törvénye. Azok tudják az igazságot, akiknek a szívében van az ő törvénye. Azok újulnak meg, akik az ő törvényét beengedik a szívébe. Ezáltal ő megtisztít a szívükbe. Ezáltal ő megtisztít minket a lélek segítségével, ugyanúgy, ahogyan azt ígérte minden egyes fejezetében ennek a könyvnek. Az ember szívében legyen az ő törvénye. Ez jelenti azt, hogy megújul az ember. Erről ír Dávid, erről ír Ézsaiás, erről ír Mózes, erről ír Saul, és erről beszélt a megváltó. Akkor hogyan lehet, hogy mégis senki sem ezen az úton jár szinte? Úgyhogy Ézsaiás figyelmeztet, hogy ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségben esetek. Azaz el ne tántorodjon senki, aki a törvények szerint él. Ne foglalkozzon semmivel, teljesen mindegy, hogy hány ember jön és mondja azt, hogy ezt eltörölte, ez ó, ez rabság, ez átok, ez már nem így van. Az a lényeg, amit ő mond, és ő egyértelművé tette ebben a könyvben, minden lapján. Minden egyes lapja erről szól. Aki nem az instrukciói szerint él, az nem az ő gyermeke. Úgyhogy fölösleges félni attól, hogy mit gondolnak az emberek, mit mondanak, mi az ő véleményük, ennek nincs jelentősége. Annak van, amit ő mond. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy bölcselkedni kell, hanem józanon bölcselkedjék, amint Elohim adta kinek-kinek a hit mértékét. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Avrit 11-es fejezet. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járó, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azaz az embernek hinnie kell, hogy Elohim létezik, és hogy teljesíti az ő ígéretét. Az hit pedig a reménylet dolgok valósága. Azaz az ember reménykedik abban, hogy ez beteljesül, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, hiszen soha nem látta a teremtőt senki. Ennek ellenére hitt benne. Erről a hitről beszél itt Saul. Akinek a hit különböző mértéket adott ebből a hitből embereknek a teremtő, mindenki az szerint beszéljen, illetve az szerint élje az életét, és az szerint tanítsa a többieket.
Ezt jelenti ez, amiről itt beszél. Neki adatott a kegyelem, ugyanúgy, ahogy mindenki másnak, aki elfogadja a megváltót, és hajlandó úgy járni és élni, ahogyan ő élt, mint ahogy azt már megnéztük. Ekkor megkapja az ember a kegyelmet, és onnantól kezdve mindenki a hite szerint képes részt venni ebben a jó hírben, és annak terjesztésében. Négyes vers így folytatódik. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, azon a testnek sok része van. Testrészek, szervek, és a többi, és a többi. Minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, és ezeknek különböző funkciója, különböző jelentősége van. Azonképpen sokan egy test vagyunk, Hamásiákban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Ő az, aki egyesíti az összes hívőt egy csoportba, hiszen mindenki, aki őt követi, úgy kell, hogy éljen, ahogyan ő élt. Meghatározta azt, hogy hogyan éljünk, azáltal, hogy úgy élünk, ezáltal részei vagyunk ennek a testnek. Egy célért funkcionál a test, annak ellenére, hogy mindenki más részfunkciót tölt be ebben a testben. Ugyanúgy, ahogy egy ember viselkedik. Mikor futni akar valaki, minden egyes sejtnek azért kell dolgoznia, hogy ez az emberi test képes legyen arra, hogy létrehozza azt a mozgást, ami ahhoz szükséges, hogy fusson. Annak ellenére, hogy az emésztőrendszer, az agy, az izmok, a szív és a többi mindegyik különböző funkciót tölt be, az összesnek arra kell koncentrálnia, hogy létrehozza azt, amit akar. Az egész. Erről beszél itt Saul. És ha visszatérünk a hármashoz, mindenki azt a funkciót próbálja betölteni, ami neki jutott. Teljesen mindegy, hogy az milyen kicsinek, vagy milyen nagynak tűnik, a lényeg az, hogy neki ezt szánta a teremtő, nekünk az a feladatunk, hogy ezt kikutassuk, és aztán ezt végrehajtsuk. Ez a mi funkciónk ebben az egészben. Pontosan erről van szó a Hukkanon 15-ös fejezetben, ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Miről is van szó? Mi az, ami megtisztított minket? Az ő szava. Erről volt szó eddig. Mi az, ami megtisztítja az ember szívét? A teremtő szava, az ő törvénye, az ő parancsolatai, maga a Tora, és amit az emberek úgymond Ó Testamentumnak hívnak. Ugyan erről van szó minden egyes oldalon. Ezt próbáltam átadni az előbb. Ez az, ami megtisztítja az embert. Ugye ezen már végmentünk az előbb. Nézzük, hogy folytatja. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Azaz a testrész nem funkcionálhat a test nélkül. Ugyanúgy, ahogy egy emberen, az új, amennyiben elválasztják a testtől, nem képes funkcionálni. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, megmagyarázza ezt a parabolát. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Elmagyarázza ugyanazt, amiről itt ír Saul. Amennyiben az ember nem része az egésznek, nem úgy funkcionál, nem úgy cselekszik, akkor nem képes ennek részesévé válni. A feltétele az, hogy úgy éljen az ember. Csak és kizárólag úgy lehet tagja az ember a megváltó királyságának és annak a rendszernek, amit ő épít ki. Saul korábban írt a vad olajfáról. Nem véletlen, hogy ezek a dolgok szerepelnek a korábbi fejezetekben úgymond. Ez egy levél volt az egész. Szépen, gyönyörűen felvázolja nekik, hogy miről is van szó. Azonban ez időt vesz igénybe, hogy az ember megfejtse azt, hogy mit beszél. Mi történik azzal, aki nem hajlandó úgy cselekedni? Ha valaki, ez Hukkanon 15.6. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik,
mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Hiszen nem úgy funkcionál, hogy előre hajtsa az egészet. Nem harmóniában funkcionál azzal, ami az alap. És mi a szőlőtő? Yahusha HaMashiach. Ő az alapja az egésznek. Mi is ő valójában? Ő maga a teremtő szava. Jehukanon, vagyis János egyes fejezet ezzel kezdődik. Az ő szava az, ami lejött ide, és az beszélt nekünk. A szó elmondta gyakorlatilag azt, amit az atya beszél. Ez a funkciója annak, amit az emberek úgymond Jézusnak hívnak, és mi tudjuk, hogy ez Jehusha HaMashiach. Ez volt a funkciója mindig is, közvetíti a teremtő beszédét. Ez az, ami megtisztít minket, az ő szava. Ha megtisztított, onnantól kezdve rácsatlakozhatunk a szőlőtőre, mint szőlővesszük, akár beoltva, mint vad olajfa, akár mint az eredeti. Így egyként vagyunk képesek funkcionálni, azonban meg kell, hogy tisztítson minket a szava. Ugyanúgy, ahogy ő is ezt mondja, hogy változzatok az elmétek megújulása által, azaz tisztulj meg, hiszen a szó az, ami megtisztít. Jehukanon 17.17. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság, azaz a te beszéded az igazság, ami tulajdonképpen ő maga volt a Földön, mint egy élő ember. Szenteld meg, azaz különítsd el, választ ki a világtól, és ne legyen olyan, mint a világ. Ne szabja magát a világhoz. Ezt jelenti, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ez az, ami megtisztítja az embert. Ekkor lehet része a tőnek valaki, és úgy gyümölcsöt teremhet majd később. Aki azonban nem hajlandó úgy élni, az nem fog gyümölcsöt terem, mint ahogyan láthatjuk azt az összes vallásban. Ez a világ annak a gyümölcse, ahogyan ők élnek és gondolkodnak. Még akkor is, hogyha a legnagyobb többség tudatlanságában teszi ezt. 6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, azaz mindenki másban jó. Ezt próbáltam elmondani már számtalanszor, hogy az embernek az a feladata, hogy egyrészt eljusson az igazsághoz, ami természetesen a teremtő szava, és végezetül maga a teremtő létezése. Amikor eljut ide, onnantól kezdve fel kell fedezni azt, hogy ő miben jó, és utána képes lesz hasznosítani magát a szervezet számára, aminek ugye Jehusha HaMashiach az alapja. Amikor az ember eljut az igazságra, onnantól kezdve felfedezheti, hogy őt mire akarja használni a teremtő. Nézzünk néhány példát, amit Saul hoz, hogy milyen ajándékokról lehet szó. Írás magyarázás. Ez ugye a teremtő szavának, az írás az a teremtő szava, ennek az értelmezése. A hitnek szabálya szerint. Úgy, ahogyan az le van írva. Akár szolgálat, a szolgálatban. Akár tanító, a tanításban. Akár intő, az intésben, adakozó, szelítségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal. Ezek mind-mind olyan dolgok, amilyen funkciókat az ember képes betölteni. Annak érdekében, hogy előre mozdítsa az egészet. Ezek azok a gyümölcsök, amikről beszél, amennyiben valaki nem hozza ezeket, akkor az levágatik és a tűzre dobatik, hiszen az nem úgy él. Van, aki a gyakorlatban képes támogatni a többi embert, az szolgáljon olyan módon. Van, aki képes tanítani az embereket erre az útra, vagy arra, hogy mi a beszéd, az tanítson. Van, aki látja azt, hogy hogyan hibázik a másik ember, akkor az fel tudja hívni annak az embernek a figyelmét erre. Van, aki csak egész egyszerűen képes valamilyen úton, módon adni, és akkor az ezt teljesítse be. Valaki képes vezetni egy-egy csoportot, vagy embereket, és van olyan is, aki azokon tud segíteni, akik elesettek, vagy szenvedők, akik rászorul.
teljesen mindegy, hogy ki mit tesz. Amennyiben valamelyik funkció kimarad, az egész szervezet, vagyis az egész test nem képes ellátni a funkcióját tökéletesen. Nem az a lényeg, hogy ki hány embert térít meg, vagy ki hány emberhez szól. Az a lényeg, hogy mindenki megtalálja a saját feladatát ebben a szervezetben, és azt lássa el. Hiszen ezért kreálta őt a teremtő, ezért hozta létre őt a teremtő, hogy betöltse ezt a feladatát. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Ugyanazt mondja, mint amit a megváltó mondott a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy ti képmutatók, azaz kívül olyanok vagytok, mint amilyennek az emberek várnák ezt, azonban belülről egész más motivációik vannak, mint aminek lennie kellett volna. Ez Netanyahu 23-as fejezetben olvasható, 27-es vers. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belülről pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Képmutató az, aki más milyen, mint amilyennek mutatja magát. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyanaz emberek előtt. Mi az igaz? Számtalanszor volt már szó a Tehelim 119-142, a te igazságod igazság örökké, a te törvényed igaz. Az ő törvénye az, ami igaz. Így néznek ki ezek az emberek, igaznak tűnnek, az ő törvénye az igaz, tehát ők úgy néznek ki, mint akik a törvényeket cselekszik, de belről rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel, akkor hogy lehet az, hogy azt mondják az emberek, hogy a megváltó eljövetelével már nekünk nem kell betartanunk a Tora instrukciókat, mikor azt folyamatosan arról beszél. Az egész könyv erről szól, minden fejezet, minden vers. Térj meg, kövesd a parancsolatokat, hogy élj! És egyszerűen az emberek nem hajlandók megérteni. És most visszaolvassák, és röhögnek, hogy ezek nem értették meg, milyen jó nekünk már nem is kell csinálni. Holott ugyanabba a cipőben járnak ma is, hiszen nem csinálják ugyanúgy, mint azok. Ugyanaz lesz a sorsa mindenkinek, aki tudja és nem csinálja. Erről beszél itt a megváltó. Kívülről igaznak látszik, azonban törvénytelenséggel van tele. Az ő törvénye maga az igazság. Ezért mondja, hogy képmutatás nélkül. Ne úgy csináld, mint ahogy a farizeusok, hogy úgy néznek ki, mintha csinálják, azonban nem csinálják. Miket nem csinálnak? Ezeket a szolgálatokat, ezeket az ajándékot nem hasznosítják. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Mi a gonosz? Számtalanszor volt szó róla. Nézzük meg, második királyok, Malachim Bet, 17-es fejezet, és mikor bizonyságot tett Jahua Jesuelben, és Jahudában minden profétája, minden látnoka által ezt mondván. Ez Jahua az, aki bizonyságot tesz erről. Nézzük meg, hogy mit mond. Térjetek meg! Ugyanazt, amit a megváltó állandóan mond. Az, akit állítólag a keresztények követnek. Térjetek meg a ti gonosz utaitokról. Mi a gonosz út? Hogyha attól meg kell térni. És őrizzétek meg az én parancsolatimat és rendeléseimet az egész törvény szerint, melyet parancsoltam a ti atyáitoknak, és melyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim a proféták által. Ez a gonoszság, aki nem a parancsolat törvény rendelés szerint él. Erről beszél itt Saul. Ezt foglalja össze ebbe a két mondatba. Hiszen olyan emberekhez beszél, akik értik ezt, akikről feltételező, hogy értik. Azok, akik akkor nem értették, ugyanaz a garnitúra ember, aki ma sem érti. Atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Azaz egy szóval szeretet. Szeresd fele barátodat. Ugyanúgy, ahogyan Jahusa ezt elmagyarázta. Nagyszerűen
a Márk 12-es fejezetben, 28-as vers így szól. Akkor hozzámenvén az írás tudok közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelelnékik a farizeusoknak, megkérdezte tőle, melyik az első minden parancsolatok között? Emlékeztetnék mindenkit, hogy az atyafiúi szeretetről ír Saul itt. Tiszteljétek és szeressétek egymást. Melyik az első parancsolat? Erre válaszolt Jehusa. Ezzel az idézettel. Szeressed azért Jehuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. Az előbb néztük meg, hogy ezt írja 5 Mózes 6. Akkor csak a parancsolat a lényeg. Második pedig hasonlatos ehhez. Mi is ez? Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ugyanúgy, ahogy itt Saul mondja. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Így válaszol az írástudom. Szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát. Többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Ez volt az üzenete mindig is a parancsolatoknak. Ez volt az üzenete mindig is a parancsolatoknak. Hogy szeresd a felebarátodat és a teremtőt. Hogyan? Úgy, ahogy ő azt meghatározta. Jehusa pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mit mondott? Ezt válaszolta. Jehusa pedig egyetértett, és úgy gondolta, hogy ez egy bölcs válasz volt. Nem messze vagy Elohim országától. Arra, hogy egyetértett azzal, hogy a parancsolatokból idézett, erre azt mondta, hogy nem vagy messze az országtól, mert kell még valami, azt pedig a megváltóba vetett hit. Azonban a parancsolatok útján járni az egy nagyszerű dolog, a megváltó szerint. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók, Jehuának szolgáljatok. Azaz, ez legyen az első és legfontosabb dolog az embernek. És akkor nem lehet probléma. A reménységben örvendezők, a reménység és a hit kéz a kézben jár, ugye az ember felismeri azokat az apró dolgokat, melyeket a teremtő tesz érte, és ez az, ami miatt örvendezik, ez az, ami reménységet ad neki. A háborúságban tűrők, könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók, a vendég szeretetet gyakoroljátok. Azaz, amikor problémák merülnek fel, azokat az ember elviseli, és folyamatosan a teremtőhöz fohászkodik segítségért. És ezt alázatosan és engedelmesen teszi. Valamint segíti azokat, akik rászorulnak. Ezek azok a dolgok, melyeket olvashatunk Márktól az előbb, melyek közelebb visznek a teremtőhöz. És ahhoz, hogy szeressük fele barátainkat. Így viselkedik az, aki valóban szereti a fele barátait. Nem csak mondogatja, hogy a farizeusok, vagy ahogy a világ, meg lájkol, meg szíveket rak a social médián, hanem valóban így is él. Mellesleg, ha már a szenteknél tartunk, nézzük meg, hogy mi is a szent. Ez Hégelő 14-es fejezet. 12-es vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Kik is ezek? Akik megtartják Elohim parancsolatait és Jehusa hitét. Azaz ez a két dolog szükséges hozzá. Ahogyan azt olvastuk az imént, mikor Jehusa elmondta, hogy nem vagy messze a királyságtól, hiszen a parancsolatokat már ismered, neked már csak a hit hiányzott, ugye, mint írástudó, ő nekik nem volt meg a hite a megváltóban. Parancsolat és a hit kéz a kézben jár. 14-es vers, Rómaiakhoz 12. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek. Áldjátok és ne átkozzátok. Azt nyilván mindenki tudja, hogy Jehusa HaMásiach ugyanezt hirdette, de nem is tehetett másként,
hiszen 5 Mózes 32, Deberim 32, 35 így szól, enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik, mert közel van az ő veszedelmük napja, és siet, ami rájuk vár. Ez természetesen Jehova erről beszél. Az övé a bosszúállás és a megfizetés, úgyhogy nekünk emiatt nem kell aggódnunk. Nekünk ugyanazt kell tennünk, amit a mennyei atyánk tesz, aki mindenkit, aki azt szeretné, ha mindenki megtérne. Ha ő úgy viselkedne, ahogy a legtöbb ember viselkedik, és valószínűleg mindannyian beleestünk már ebbe a csapdába, hogy ha valaki valami rosszat tesz, vagy nem úgy gondolkodik, ahogy mi szeretnénk, akkor azon azt akarjuk, hogy jó, büntesd meg, hiszen ő nem érti, hogy lehet ezt nem érteni, és türelmetlenkedünk azonnal. Azonban ez az egyik dolog, amiről itt beszél. Ugyanúgy, ahogy velünk türelmes ő, és türelmes volt, ugyanúgy nekünk is türelmesnek kell lenni másokkal. És fölösleges azon az emberek azzal foglalkozni, hogy átkozódjon. Hiszen a bosszúállás az Jahuáé. Azonban ő türelmes, ahogyan nekünk is annak kellene lennünk. 15. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, azaz támogassátok egymást. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, azaz harmóniában éljen az ember a másikkal, hogyha ha valaki szomorú, akkor az, aki valóban szereti azt az embert, az nem kezd el ott mellette röhögcsélni, meg viccet mesélni. Persze ez egy sarkított példa, de erről beszél. Érezzen együtt az ember a másikkal. Ne azt csinálja, ami neki jó, hanem próbáljon úgy élni, hogy azok, akik ugyanezt az utat járják, azok egy, úgymond egy húron pendüljenek, egy harmóniában éljenek. Ne kevékedjetek, hanem alázatosakhoz szabjátok magatokat. A kevésség az nem elfogadható Jehova számára. Ezt ugye már megbeszéltük rengetegszer. Misli 6-os fejezet 16. E 6 dolgot gyűlöli Jehova, 7 dolog utálat az ő lelkének. Kevés szemek az első. A kevésség az elfogadhatatlan Jehova előtt. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Azaz, amit nem lehet alátámasztani az írásból, az mind filozófia, az mind ostobaság, az mind balgaság. Ugyanerről ír Rómaiakhoz egyben is, mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem mint Elohimet dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Ez az emberek nagy része. Megismerték, tudják, hogy miről van szó, azonban a saját fejük után mennek, és ezért soha igazából nem ismerik meg. Hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívek megsötétedett. Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Ugyanúgy, ahogyan itt írja, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Ami az írásban nincsen benne, az mind balgaság, az mind csak filozófia. Senkinek gonoszért gonoszol ne fizessetek, Jehusák a másiák ugyanezt javasolta számunkra. Mati Jahu, 5-ös fejezet 39, én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak. Mi a gonosz, aki nem a törvények szerint él, ezt megbeszéltük, hanem aki arcul üt téged, jobb felől, fordíts felé a másik orcádat is, és aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. Ezért írja azt Saul, hogy ne fizess gonoszszal a gonoszért. Hiszen Jahuáé a bosszúállás, és ugyanerre hívta fel a figyelmet maga Jehusák a másiák. A tisztessége gondotok legyen minden ember előtt, hiszen miért is? Azért, mert mi a Teremtőt képviselnénk itt, mi lennénk az a világosság, aki a sötétségben mutatja az utat a többi embernek. Ez elképzelhetetlen anélkül, hogy az ember tisztességesen élne. Mi a tisztességes? Természetesen az, amit Jehova meghatározott.
az ő instrukciói által. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Nem azt mondja, hogy minden ilyen emberrel békességben éljetek, azt mondja, ha lehetséges. Ami tőlünk telik, tegyük meg. Fölösleges ez bármilyen emberekkel, akár a pogányokkal, akár azokkal, akik az utat járják. Teljesen fölösleges ellenségeskedni, hiszen ez az, amit az ellenség akar. Ő az, aki meg akarja osztani az emberiséget. Ő az, aki nem akarja, hogy az úgymond igaz emberek összefogjanak és egy csoportot alkossanak. Ezért megosztja őket minden lehetséges módon. Ezt javasolja Saul is. Amennyire lehetséges, kerüljük el az ellenségeskedést, hiszen az csak fölösleges energiát vesz el az embertől. Mellesleg ez nem a teremtő karaktere. Ő nem ellenségeskedik az emberekkel. Teljesen mindegy, hogy az emberek milyen ostoba dolgokat csinálnak, ő próbálja őket visszatéríteni az útra. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit el fog fogadni, vagy hogy mindenkit imád. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek ad esélyt, és szeretné, ha mindenki eljutna oda. Annak ellenére, hogy legtöbben nem fognak. 19. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, és megfizetek, ezt mondja Jahova. Azaz, folytatja tovább ugyanezt a gondolatmenetet. Nekünk nem kell erőt vesztegetni arra, hogy próbáljuk a mi saját problémáinkat megoldani. Vagy bosszút állni embereket, vagy harcolni ezt a harcot. Egymagunk. Nekünk járnunk kell az utat, és engedelmesen csinálni azt, amit ő velünk meg akar csináltatni. Amennyiben ezt teszi az ember, ő majd ezeket az akadályokat el fogja hárítani az utunkba. Azonban ehhez az embernek el kell engednie a kontrollt, és engedelmesen és alázatosan vonulnia kell ezen az úton. Majd akkor Jahua elintézi ezeket a dolgokat helyettük. Ő megfizet, ahogyan ezt olvashattuk korábbiakban. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Azaz a sokkal fájóbb az ellenségének, az ember ellenségének, amennyiben mi még akkor is segítséget nyújtunk, illetve képesek vagyunk hozzá pozitívan viszonyulni, amikor a köztünk levő viszony egyáltalán nem ezt sugalná. 21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Hiszen ha az ember enged ennek, belemegy ebbe a háborúskodásba, onnantól kezdve át teret hagy a szívében az ellenségnek. Hogy beköltözzön, és onnantól kezdve az ember nem arra fókuszál, ami pozitív, ami segíti nem csak magát, azokat az embereket, akik az utat járják, hanem az összes többi embert is. Nem tudhatjuk, hogy a mi viselkedésünk az hogyan fogja a többi emberben kiváltani az, hogy esetleg érdeklődjenek az iránt, amit mi csinálunk. És ezáltal el tudjuk vezetni őket a teremtőhöz. Mindennek az a célja, hogy megtérjen az, aki úgymond gonosz. És ha mi azzal, hogy nem másként viselkedünk, hogy mi nem úgy viselkedünk, mint a világ, akkor adunk egy esélyt arra, hogy esetleg ő is meglássa azt, hogy ez egy másfajta ember, és lehetséges, hogy érdemesebb lenne így hozzáállni a dolgokhoz. Ez a mi feladatunk. Erről beszél Mati Jahu 5-ös fejezetben maga Jahusa, mikor így szól a 15-ös versben. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Mindenki, aki látja, aki szemtanúja ennek a gyertyának, az mind-mind részesül annak fényéből. Úgy fénylik a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azzal, hogy az ember nem gonoszszal felel a gonosznak, hogyha segíti az ellenségét, ha nem áll bosszú, ha békességet szeretne teremteni.
hogyha nem fizet a másiknak úgy, ahogyan az hozzááll az emberhez, akkor azzal dicsőíti a teremtőt, hiszen ő ugyanígy áll hozzánk. Ő nem pusztít el mindenkit az első pillanatban, amikor valaki valami rossz fajta dolgot teszi. Nem azt mondja, hogy ez se érti, ez se érti, akkor az egész föld üres lenne már. Ő ugyanúgy türelmes, kegyelmes, igazságos, és mindaz, ami nekünk is lenni kellene. És erről beszél itt Jehusák a másiák. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profitáknak eltörlésére, pont. Hogy lehet ezt másképp értelmezni, mint ami ide van leírva? Nem jöttem, hogy eltöröljem, megismételte, hanem hogy inkább betöltsem. Úgyhogy a törvény és a próféták azonos ezzel a világossággal, amiről itt beszél. Nem véletlen, hogy egy összefüggésben vannak. És ugyan erre hívja fel a figyelmet Saul. Csak a legtöbben sajnos félreértelmezik ugyanúgy az ő írásait, mint az összes többit. Erre hívja fel a figyelmet 2. Péter 3:15-17. A legtöbb ember sajnos nem érti azt, hogy miről is szól az írás. Saul levelei ennek talán a legjobb példái, hogy mennyire félreértik az emberek az egészet. Remélem, hogy ezt hasznosnak találtátok, és remélem azt is, hogy mindazok, akik nézik legalább, és nem értenek egyet azzal, hogy a Tora szerint kellene élnünk, az instrukció szerint kellene élnünk, betartva mindet, azok legalább elgondolkoznak azon, hogy hogyan is lehetne használni az írást, és hogyan is kellene annak érdekében, hogy eljussunk oda, ahova a mennyei atyánk szánt minket, mutassuk az utat másoknak, és eljussunk hozzá az egész utazás végén. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!